Második alkalommal látogattuk meg a Bibarcfalvi szabókertészetet, ezúttal a zöldségtermesztés egy másik fejezetét mutatjuk be. Tehát ezek a paradicsomok elsősorban a fajtától függően ennyire magasak, folyton növők. Másodszorban a fólia, tehát a szabadföldben semmiképp sem lesz ugyanez a palant ilyen magas. Valószínűleg a paradicsom sem lesz éppen akkora, de a fóliában jobbak a körülmények. Tehát melegebb van, megvan a páratartalom, szárasságban, minden nap kapnak vizet, ha szükség van rá, hanem két naponta, heti egyszer, attól függ, hogy milyen az időjárás. Hát sajnos a rogya nálunk is jelenkezett, ha tetszik, ha nem. Évek óta nem láttam nálunk ilyen paradicsomot, de ilyen volt az időjárás. Tehát a hibrid növény is le tud betegedni, hogyha hát nem volt permetezve, ez az igazság. Akkora volt a egyet? 75 dekas. 75 dekas volt a legnagyobb. A legnagyobb sárga paradicsom, 75 dekas. A magokat azt Bukarestbe vesszük. Nagyobb részt van egy pár cég, amelyiktől a megszokottakat vásároljuk. Közben, hogyha valami újdonságot, érdekességet látunk, azt kipróbáljuk, ami beválik, azt megtartsuk. Ha nem tetszik, jövőben nem ültetünk abból. Ha nem kapunk ott helybe, akkor interneten rendelünk. Minden cégnek van ilyen internetes szolgáltatása. És ezek többnyire megbízható magok. Tehát én, ha a 104-es tarcába elültetem minden részbe egy magot, minimum a 100 növényem megvan. Szíves. Hát ez fekete paradicsom. Valami egészen más íze van, mint a többinek. Nagyon intenzív íz. Szörnyű drága, egy láj, egy szemmag. És ez is nagy. Itt a különbség, tehát ennyi a színbe. Hullcsomag az nincsen. A legdrágább paradicsomagunk ott a felvételén majd fogja látni a fekete paradicsom, ami egy szem, egy láj. Hát ennél drágább azért már nem tudna lenni szerintem. Akkor két láj lenne, de akár a karfiol magam mindenk, tehát több mint 10-ban egy szemmag. Hogyha 1000-ből 1000 marad, akkor az a 10-ban ide. Hogyha 1000-ből 500 marad, már 20-ban ide kerül egy szemmag. És így nagyjából a 10-bani az ott van. A hibrid káposztáknál is 5 és 10-bani között van egy szemmag. Úgyhogy akkor lehet gondolkozni, hogy hát drágán adjuk, vagy nem. Nos, ott van, tehát a tök és a fuszulyka között az mind paprika. Ezt egy bulgár cégtől vettem ezt a magót, de hát én nem gondoltam, hogy ilyen nagy csipős paprikák lesznek. De például Udvarhályra zsölt, ilyen nem mond vissza. Azt állandóan kiszedik. Ezt kell küzdeni, de. Hát szerintem kilőne a több marzsot. Levültünk az Indagrára, az egy nemzetközi vásármezőgazdasági, tehát innen sokan lejárnak azért látogatni, hát mi nem látogatunk elsősorban, hanem fejlődjünk. Hát odafigyelünk, hogy mik jelennek meg. Ott a cég szakértőkkel szóba lehet állni, újdonságokat elmondnak, alkalomattán adnak ajándék magukat, hogy próbáljuk ki, majd jelezzünk vissza, hogy milyen eredménye. A bar azt mondta egy ismerősöm, hogy nekem ne adjanak semmit, mert azok úgyis csak kísérleti dolgok, inkább megveszem. Mert tényleg volt úgy, hogy a kísérleti dolog, hát jó volt, de nem volt az a nagy termés. Viszont onnan átléptünk egy másikra, egy hasonlóra, ami az idén a közkedvelt paradicsom így született meg ajándékmagból. És annak az eredeti változata az nagyon finom, és nagyon bőtermő. És korai, amire nem számítottunk egyáltalán, hogy még korai is. Na ez az a paradicsom, ami ez a kedvenc most jelenleg a vevőknek. Ez. És nekünk is. Nekünk is. Rózsaszín és...
Hát nagyon sok cégtől vásárolunk, amit én azt szoktam mondani, hogy talán nem kellene, de amit már kipróbáltunk, jó, akkor azt nem hagyhassuk. És így, amikor lemenjünk Bukarestbe, akkor ott csak rohangálunk egyik standtól, a másik le van írva, hogy itt ezt, amazt vesszük, által menjünk a másik standra, ott ugyanúgy, tehát vannak itt holland magok. Valamennyi olasz, elég sok magyar, a ZKI-től, tehát az ala, egész, ugye? A Zöldségkutató Intézet, igen. Román magokat is veszünk, ami bevállott, azt megtartsuk. Ez román mag. Ruxandra neve, és ezt a palántot árultuk. A vékonyabb héjú, és elég nagyra nő. Amit nem szeretek benne, hogy így a... Hát a fűt végén hozza a virágot. Lesz zöld paradicsom, tovább megint. Tehát ez nem valami bolondság. Nem tudom már hányat törtem le. Mint tovább fejleszti a fűtöt. Tegnap néztem, hogy aztán ott már nem fogom elérni. Nem tudom, hogy hogy fogom onnan leszedni. Hát az lejön, mert az lehajlik a drótig. De hát én nem érem fel a drótót. Itt rogyóhoz van. Ilyenkor, augusztus elején. Igen. Ennyire pettyes nem volt nekünk ilyenkor az uborka, de ezt hozta az időjárás. Menjünk hátra, akkor vizesek leszünk. Az egyik legnagyobb ellenség az a csiga. Hát abból nekünk rengeteg van. Főleg az idén elsős év, aztán borzalom. Akkor van egy gyerek, ami lát a csiga, megeszi, de mindent feltűr, az a vakond. Hát, főleg ott az újföldjában, nem is tudom, 6-8-at már kifogtam. De most is van. Tehát volt úgy, hogy 4 nap 4 került horogra. De egy hét múlva már van egy új gyerek, az megint túr, szorgalmasom. Hogy folytassam a földi kártevőköt, tehát egér az nem annyira. Van a lótetű. De arra egy mátkai gyerek adott egy receptet, mi olcsón meg lehet oldani. Egy gabonaraktárakban használt vegyszerrel. Hát ez nagyon kevés kell, hogy 5. Egy deciből tudok csinálni 10-15 kiló ilyen vegyszert, hogy mondjam, beszórom, és akkor szépen felfordulnak. Ennél gonoszabb a drótférek. Azok ellen nagyon nehéz védekezni. Nem is védekeztünk amúgy, mert utána néztem, hogy 6 éves ciklusba él a drótférek. És azt nyomon követni, tehát elmileg akkor évekig kellene védekezni. Úgyhogy azzal nem... Szerencsére paradicsomba vagy uborkában nem csinálnak kárt. Azt a salátát, vagy gyökereseket azt támadják. Az a fóliában nincsen, a mezőn ott iparkodnak. Ha van a muroklégy, most meg kicsit eltávolodok a földjától, az ellen se védekezek, ott ugyanott van a levéltető, azt oldják meg a katicabogarak, vannak elegen, szerintem permetezem semmi sokat, már nem tudom hány éve nem permeteztem úrkot, biztos van 10. De az első év, amikor traktor volt, akkor permeteztem, azelőtt kínlődtem a háti permetezővel, úgyis volt levéltető, akkor minek. A hagymánál van a hagymalégy, de ott sem permetezek, letésforgót alkalmazok, és akkor... Hát hagymalégy támadásom nem igazán. És amúgy szerintem megint csak mit lehet permetezni hagymalégy ellen? Hát az minden nap rajzik. Úgyhogy ezek így. A karfiol, káposzta, ott egy kicsit többet kell. És ott lát a hernyők ellen. Mert főleg a karfiolban az teljes termés kiesés tud okozni. Annyira szét tudja rágni, meg mocskolj, azt muszáj. De ha idejében fogja az ember, akkor mire terem, arra nincs. Tehát úgy kisebb, kicsikék kipusztulnak, kevés van hernyő. Akkor visszatérve a fóliás kártevőkre, ott a levéltető az ellen, de ők az uborkát kedvelik leginkább, vagy vinetét. Ezt úgy szoktam csinálni, hogy a
szezon eleje. Tehát mielőtt beindulna a term, és a többi, mert a szaporodnak úgyse lehetnek fogni. És akkor ott látszódik a felvételeken, abban az uborkában, hogy lehetne permetezni például. Ami kisebb volt, olyan terékmagasságú, akkor permeteztem utára, akkor még virágzott, azután nem volt. Hát ezt egy nyárátszeredai kártész adott egy hibás minetét, és jutkor kivette a magot, próbáltuk. Én egészen fehér lesz a majonézes vinetetől, vagy belőle. Azt, hogy kisebbeket terem, már nem hibrid. Amúgy sem nő a fehérek. A levélteleket egyébként a hangyák telepítették. Ma az első permetezés után nem volt. Nem mondom, mert államputyukkal van. És egyszer, mikor tekergetem, nézem, hogy van tetű. És arra lettem figyelmes, hogy a legfelső hajtásokon, tehát az nem tud lenni, az a levél akkor nap lett, és már nem lett rajta tetű. Akkor néztem, hogy egymás után 4-5 van, és akkor 10 méter egy sincs. És akkor szépen nézem, hogy tövén át a hangyák szépen mászkálnak rajta. És akkor azt végigpermeteztük, akkor még alul szóltam hangyaport, ahol nagyon sok járás volt. És nincs tetű, viszont van rogya. Az uborkában szokott rogya lenni, de ez a fajta uborka, ez így toleráns a rogyára. Tehát ő megkapja, de attól még jól elteremget egészen, akár októberig, ha úgy van. Az idén látnám fog. Már sosem volt az, hogy szedés előtt rogyám legyen. Soha. Ez azt jelenti, hogy nekem júliusban már volt rogya. Mire kezdtük szedni, már foltosodott. Normális esetben augusztusban szokott megjelenni, augusztus közepe. De sok a nedves idő, levelek nem száradnak ki, és ez az eredménye. Akkor még más kártevő az atka, amit a hobbi kártészek nem igazán tudnak, nem ismerik. Az imádja a vinetét, borkát, és szereti, de a vinette a kedvence neki. De vörös atka az egy pók fajta. Az is kijáró jön be, mert látszott, hogy az első 1-2 méterbe jelentek meg. Hát azok mostan szerrel foglalják a területet, de addig ma annyira terem, hogy végül is már mindegy lesz, mikor elszaporodnak, arra van úgy sem terem. Az szeptemberben kezdtek, szoktak jobban szaporodni, annyira elszaporodnak. Ha védekezek, akkor szoktunk úgy csinálni, hogy egyik fóliába lepermetezem, ilyen 2-3 napos védekezési idők vannak, és akkor azt nem szedjük, és akkor majd jövő héten esetleg a másodikot, de például az idén ez még nem volt. Amikor permeteztünk, akkor még nem termett. És akkor még milyen kártevők vannak? Hát van ez a újabban paradicsomba telepszik a bagoly lepke, ami káposztába szokott lenni, de nem okoz számottevőt, tehát nem is bajlódunk vele. Ezek ellen a mi technológiánkkal szerintem úgyse tudnánk. Hát most mennyire háti permetezővel, kínlődsz egy csomót, mérgetni állsz, és ugyanúgy semmi baja sem lesz. Ugyanazt a palántot árultuk, és nem annyi van. Ugyanár dő. Le vannak dőlve, annyi van, húzza le. Annyi, hogy ez egy későbbi fajta, viszont ha leszedjük ősszel a fagy előtt, akkor jön hónapot, sőt, még tovább lehet tartani. Nem fonnyad meg, pincébe tudjuk tarolni. És akkor van nekünk decemberben is még volt, úgyhogy a decemberi pizzára vágtam piros sardét. Igazam van, nem olyan volt éppen, mint ilyenkor, de ardé volt. Ez folyton növő. Ez is folyton növő. Igen. Hát a tavaly például magasabb volt, mint én, ennyire magasra nőtt. Olyan szeptember végére. Az őszi vásárba vittünk, egy tövet kihúztunk,
ott elől bőtvetéve csudaltak, egy ilyen cserébe belétettem gyökerestől, hogy mekkora. Most ugye az alja meg van szedve jól, rengeteg fiatal paprika van rajta, csak még nincsen odaírva. Meg kell most tagodjunk. Ez a kedvenc. Baróton és udvarhelyén is ezt a hosszú fajtát szeretik jobban, mint például ott van az a vastagabb, húsosabb, de ha egyszer az asztalon van, akkor ezt kérik. Ennél sokkal nagyobbak szoktak lenni, az első rán nagyobb is volt. Próbálunk korai magukat venni, tehát a korán termő növényeket, mert nekünk rövid a termelési ciklus, tehát ezek a paradicsomok, ezek jobb helyeken 11 hónapot vannak ugyanabban a helyben, amiből gondolom én 10-et terem, vagy 10-et fele, vagy 9-et, nem tudom. És azért nem mindegy, hogy 6 méterre lenő, és végig szedik, vagy én leszedek jó esetben 8 emeletet, hátát. Én megkezdem júniusba, és októberben befejezem, mert lefagy, vagy lebetegednek, minden együtt van. Az uborka szintén ezt így időzítsük, hogy ilyenkor teszi el a magyar az uborkát, hogy augusztusban kezdjük tenni, és akkor nekünk arra legyen. Azt kell figyelni a piacot, hogy mire van igény, mikor legyen, mire hegyezzük ki a termelési ciklust. Paradicsom az nagyon megy, már általában silány minőséget lehet kapni. Most a paradicsomjaiknak egy része a keményebb fajta, ami sokáig eláll. Hát vannak, akik nem szeretik, de én úgy látom, hogy többen szeretik, mert többen megveszik. Jövőre egyet fogunk lépni, abból kevesebb lesz. És ez az idei közkedvelt, tehát ezt próbáljuk jövőre nagyobb mennyiségbe tenni. Vékonyabb héjű és elképesztő zamatos paradicsom. Ezek a gugusan egy olyan fajta, milyen óriás méretűre nő. Hát a piacon, mikor kitettük az asztalra, nem volt olyan vevő, úgy lehet, aki már akart volna legalább egyet venni, hogy megkóstolja. Tehát gyönyörű a színe, amikor meg van írva. És tényleg különlegesek, már akkorát biztos Baróton senki sem arult ilyen nagy méretű gogosan. Tavaly azt hiszem 45 dekás volt a legnagyobb. Le is van valahol fényképezve, nem tudom, Szabinánál, de lehet szedni valahonnan, de nagy, hát így. Édes, vastag húsú. Hát kár, hogy most nincsen piros, de még nincs ott az ideje. De, na itt például van még egy hatalmas, nem tudom, lehet egy pont, hogy pont arról nem jö, de fordítani nem tudom. Valami újdonságot biztos kipróbálunk jövőbe. Az idén tettünk kápiát többet. Jó termésnek égik ez bent, a kinti az lehet, hogy gyengébb lesz. Csipős paprikánk az elképesztő szép, és nagyon sok van. A murok az sajnos az eső elvitte. Ez nagyon szép murak volt. Itt elmondom azoknak, akiket érdekel, hogy 6 éve nem teszünk oda murkot, hogy tisztuljon ki a föld. Nagyon szép kelés volt, szép murok lett, szépen rothad. Hogy ennyi a vetés forkult, mi hiába forogtunk, mert egy bőséges, csapadékos nap elintézte. Ott valószínűleg állott a víz benne, utána meleg lett, megfőtt, romlik. A hagymánk az elég jó, néz ki a piros hagyma. Nem lesz akkora termés, mint a tavaly, de az nem baj. Tavaly túl nagy voltak a fehér hagymával. Biztos nem teszik ki az újságba az idén. Virág Lacikó már kitetette az újságba egy kilós 17 dekás hagymát az idén. Nem lesz, de hát 17 dekások lesznek. De ez ilyen, egyik év a másikot pótolja. Karfiolunk elég szépen indult, reméljük a többi is szép lesz.
cellár nagyon szép. Már szedhető, egy hónapja forma, hogy szedjük. Hogyha nem fejlesztesz egy gazdaságot, akkor az megáll. Hát ez úgy ötletszerűen jő pénz is, hogy összegyűlt egy bizonyos összeg, hogy na most már nekivalkatunk, akkor egyet fejlesztünk, akkor két évig mondjuk nem, akkor megint összejön, marad meg pénz, akkor megint valamit fejlesztünk. Hát most a géppark az kiépült, az autó most már van, amivel piacra járni, hát jó lenne még fúrjákot építeni, aztán majd lesz pénz, akkor lehet, hogy belevágunk, megválik ez még.